Filozófia gyerekeknek Harmadik lecke Az élet az talán található tudás. Az élet definíciója című létfilozófiai elmékedésben azt olvastam, hogy minden életformának ami képes érzékelni környezetét valamilyen módon, megvan a maga relatív valósága. És az élet egy nagy asztal című folytatásban, meg azt, hogy az élet olyan, mint egy nagy asztal, amiről dolgokat kapok, veszek, és amire dolgokat rakok. Az élet asztalának az a része, ami előttem van, az az én relatív valóságom. Amit arról kapok, azt az élet adja. Ha vaknak születtem, akkor azt az élet adta nekem. Rálátásunk van a közelünkben ülők relatív valóságára is, de nem tudjuk azt egészében, csak rálátásunk van. A rálátás az nem teljes tudás, az csak rálátás. Ne higgyem hát, hogy pusztán attól, hogy látom, hogy a mellettem levő vak, tudom, hogy milyen lehet vaknak lenni. Ha valaki elutazik egy távoli országba, ahol nagyon tetszik neki valami, és készít egy videót, amit én megnézek. Ne higgyem, hogy megtudtam, hogy milyen jó ott az élet, és ha egy másik ember is, Elmegy oda. És valami rossz dolgot lát. Amiről készít egy videót, amit megnézek, ne higgyem, hogy megtudtam, hogy milyen rossz volt az élet. Mindezek csak azt eredményezték, hogy ráláttam egy pillanatra más emberek valóságára. Nem tudom, hogy milyen az ő életük, még csak nem is voltam ott. Csupán megnéztem egy videót. Ha gyermekként az iskolában, környezetismeret órán megtanulom, hogy a marsbolygó kőzete piros színű. Ne higgyem, hogy tudom, hogy milyen színű a Mars-bolygó közete. Ez nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy a Mars-bolygó közete piros. Lehet, hogy piros, de lehet, hogy nem. Nem láttam. A Mars-bolygó közete nincs benne az én relatív valóságomban, nincs az asztalom előtt. Nem a környezetemet ismertem meg, ezzel az információval. A tanárbácsi sem vitt el egy tanulmányi kirándulásra a Mars bolygóra. Saját magamat ámítom, ha azt hiszem, hogy tudom, hogy milyen színű a Mars bolygó kőszete. Az asztalom előtt az van, hogy iskolába kell járni, ahol tantárgyak vannak, és környezet ismeretből azt kell bemagolni, hogy a mars bolygó kőzete piros. Ha a könyvben van egy fénykép a mars bolygó közetéről, akkor a fénykép az, amit láttam, nem a kőzet, a fénykép. A fénykép az, ami az én relatív valóságomban van. A történelem órán az 500 évvel ezelőtt élt emberekről tanulok, ne higgyem, hogy megtudtam, hogy milyen volt az ő életük. Ki hogyan élte meg az ő életét 500 évvel ezelőtt? Milyen volt az ő relatív valósága? Ráláttam ugyan egy pillanatra, de ne higgyem, hogy megtudtam. Ezek a dolgok hasonlatosak ahhoz, amikor vakként bemagolom, hogy milyen színű az ég. Vaknak születtem. Az ég színe nincs benne az én relatív valóságomban, ez az információ még csak nem is segített engem a saját relatív valóságom megélésében vagy megértésében. Ráadásul lehet, hogy rosszat voltam be. Lehet, hogy tényleg kék az ég, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy mondjuk piros, vagy mondjuk zöld. Nem tudom. Vagy olyan ez, mint amikor 500 évvel ezelőtt bemagoltam, hogy a Föld tányér alakú. És a mellettem ülők is, mind szépen, engedelmesen, bemagolták, hogy a Föld tányér alakú. Na jó, nem mindenki, de aki nem, az számított bolondnak. Ma is ugyanígy állunk hozzá a dolgokhoz. A ma embere is, Ugyanígy bemagol, és görcsösen ragaszkodik rengeteg információhoz, amit soha nem látott, és a mellette ülők sem látták soha. Csak egy információ az asztalon. Lehet, hogy úgy van, de lehet, hogy nem. Egy információ, ami nem segítette őt az ő relatív valóságának a megélésében, és megértésében. Ha én vaknak születek, és bemagolom, hogy az ég kék színű, akkor vajon miért teszem azt? Talán nem vagyok elégedett a saját relatív valóságommal? Talán azt hiszem, hogyha bemagalom, hogy az ég kék színű, akkor attól okosabb leszek. Ha ez tényleg nem valódi tudás, de már hozzászoktam az ilyen nem valódi tudások bemagolásához, akkor erő kell ahhoz, hogy szembesüljek ennek a nem valódiságával. És a szembesülés félelemmel tölthet el. Eddig abban a hitben voltam, hogy tudom, hogy milyen színű az ég. Most meg azzal kell szembesüljek, hogy nem tudom. Ha szorgalmas akartam lenni, akkor sok ilyen információt bemagoltam, az ég kék színű, a fűzőt színű, a pillangók színesek, stb. Mind bemagoltam, pedig soha nem láttam őket. Most viszont félelemmel tölt el, hogy azzal kell szembesüljek, hogy az egészet, amiről azt hittem, hogy tudom, Valójában nem tudom. És ráadásul el is vesztegettem az időmet hiába valóságra. Információk bemagolásával nem a saját relatív valóságomat értem meg. Erő kell az ezzel az egyszerű lét filozófiai gondolattal való szembesüléshez. íme, az élet azt talán található tudás elmélete.